városába, vitéz jó vajdályok, János hívására. Szépen összegyűlvén királyra szavazni, háromszor az égbe koronát feldobni. Háromszor repült az korona az égbe, háromszor is szállt az bátyás szép fejére. Így lett az országnak jó vitéz vezére, így lett az magyarnak dicső fejedelme. Milyen király volt ő, íme bizonysága, igaz tetteinek szép históriája. Idősebb fiam seregedben szolgál, és a télen csordányi marhát küldtem. Én kétszer is! Azt már tavaly enyémnek mondnád, uram! Ím lám, a magyari uraságok ilyen közügyeket hoznak a király elé. Csoda-e hát, ha Mátyás nem a nagy teremben, hanem a Duna partján fogadja őket. No, akkor ez már tényleg tavasz, ha felséged is Visegrádon vagyon. Szép kikeletett, fagymentes vetést, öreg. Hanem hát nem múlt el rajtad nyomtalanul a té. Nagyobb baj az, felség, hogy az ökreim feled sem. Igen, csak megvérültek, azt nem igen bírják már az ekét. Értelek, atyám uram katonája. Urunk apjának, Hunyadi Jánosnak volt egykor bátor vitéze. Meg lesz, amit kívánsz, ha megmondod, hogy messzi van-e még a messzi. Bizony, felséges királyom, már csak az ökröm szarváig. Hát aztán, mennyi ma a 32? Az biz már csak 12. De azért még most is meg tudnál fejni 3 bakkecskét. Meg én? Még 6 is, uram királyom. És emlékszel-e még 2 törvényére? Már hogy feledtem volna? Addig nem szólhatok, amíg felséget képét újra meg nem látom. No, Isten áldjon. Téged is, meg apám emlékét is. Hálásan köszönöm felséget bőkezűségét. Isten tartsa meg hozzám való jóságát. Bölcs vagy, uram, hogy nem adtál pénzt új ökökre ennek a vén zavaros beszédű öregnek. Megszerzi az magának, ami nékiköl, mint ahogy ti is megkapjátok, amit kértetek, ha megfejtitek az értelmét ennek a zavaros beszédnek. Köszönjük felségednek az audienciát! Okosan beszítetek, de nem igen figyeltünk szavatokra, hát tudni szeretnők az értelmét neki. Értem én, öreg, hisz Mátyás hallgatnod rendelt, még újra nem látod őt. Megfizetünk mi szabadérost, hallgatni is tudunk, ne félj. Hogyan értsük, hogy messzi-e még a messzi? Amíg fiatal voltam, hát messzi volt a messzi, de már, hogy öregszem, csak az ökröm szarváig látok jól. És miért 12 a 32? A fogam volt 32, de nincs belőle már csak 12. És hogyan fejnél meg 3 bakkecskét? Már elnézést, nagyságos uraim, de úgy, ahogyan most 3-ójukat megfőtem. Kutya teremtette. Csavaros az eszed, öreg, de hiába kérted Mátyástól a 2 új ökröt. Mire nékem az a 2? Mikor nagyságtok jó voltából, 6x2-re való is összegyött. Megállj, öreg! Ha nem adod vissza az aranyakat, feladunk Mátyásnál, hogy megszegjét tilalmát. Az már kigyelmetek dolga, hogy mit csinálnak. Nagy uramék, jöjjenek hát a király elejbe. Bizonyára kíváncsian várja már nagyságtokat. Thank you.
Nos, mire jutottatok, nemes urak? Felség, az úgy volt, megszegé tilalmadat a paraszt. Valóban? Nem látta orcádat, királyom. Azt mégis elárult a beszédtek értelmét. Arannyal oldottátok meg a nyelvét, ugye? Felhemegette. Kicsalt vagy 300-at. Nos, jó urak, nem vétettő a tilalom ellen, hiszen akkor nem is egyszer, de akár 300-szor is láthatta Mátyás orcáját.